A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit november 21-én, kedden, 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban kiállításokkal, emlékműsorokkal és az új összművészeti bérletkonstrukcióról szóló beszámolóval várom Önöket. Tartsanak velünk! Megújult a Petőfi Emlékház Sár Szent Lőrincen, az épületben interaktív kiállítás várja a látogatókat. Ebben a házban lakott 1831-től egy éven keresztül Petőfi Sándor, amikor a Sárszentlőrinci Evangélikus Algimnáziumba járt. 1973-ban két pedagógus ötlete nyomán az üresen álló épületben Petőfi Múzeum jött létre. A ház szeptember végére új külsőt és belső tartalmat kapott. A Petőfi Irodalmi Múzeum volt nagy segítségünk ebben a dologban, és hát egy komoly pályázatnak köszönhetően több lépésbe újult az emlékház. Több évet is vett igénybe az újulásunk. Először a tetőszerkezet javult meg, építették újjá, aztán a belső szerkezetet, és legvégül pedig a múzeum maga is egy új ruhát kapott. Sokkal interaktívabb és sokkal látványosabb a mostani kiállításunk, mint az előző volt. Az új kiállításon a látogatók sokkal több olvasható anyagot kapnak, olyan tudásanyagra tehetnek szert a diákok az érettségi előtt állók, amely az irodalomkönyvekben nem található. Ez az első kiállító terünk, ez Sárszentlőrinc alapítását, az első 8 telepes csalábdót mutatja be, azt a térképet láthatjuk itt, ami az akkori Sárszentlőrinc és a környező települések domborzati térképe, illetve folyórajza. Aztán a híres embereink közül Szenicei Bárány György, az alapító lelkész, aki ezzel a 8 telepes családdal ideérkezett Sárszentlőrincre. A következő szobában Petőfi azon időszakát ismerhetjük meg, amikor vándorszínészként élt, Rónai színészál néven dolgozott, és szépírással készítette a plakátokat. A következő helyiségben is számos érdekesség várja a látogatót. Jegyzőszolgálati lakásnak éppen a lakóterébe érünk, tehát Hittig jegyző a családjával ebbe a szobába lakott. Ez a búbos kemence melegítette az ő kis szobájukat. A mostani kiállítás egyik fontos eleme ez az utazóláda. Petőfi híres volt arról, hogy ideérkezésekor ugye a család még jól menő volt, megtehette, hogy a gyermeket úgy küldje az Alföldről ide, hogy bizony csupa jó dologgal volt megtöltve a láda. Nagyon jó anyagú kelmékből készült ruházata volt. Az emlékházban a mindennapi élet használati tárgyaival is megismerkedhetnek a kiállításra érkezők. A ház utolsó helyiségében, a tiszta szobában pedig a korra jellemző gyerekjátékok, mirtuszkoszorúk, katiszék, utazó láda látható, amelybe egy család teljes ruházata belefért. Egerházi Attila a Székesfehérvári Balettszínház igazgatójának meghívására a Vörösmarty Színházban találkozhattak az olvasók Müller Péterrel. Az esten megismerkedhettünk a kortárs magyar irodalom kiválóságának most megjelent új kötetével is. A Székesfehérvári Balettszínház Cirkusz című előadása után a Vörösmarty Színház kávézójában Paulikovics Réka moderálásával a Balettszínház direktora Egerházi Attila társaságában mutatták be Müller Péter, Kossuth és József Attila díjas író legújabb könyvét, a Ludus Amoris, Játék az életünk című kötetet. Ahol a szavak véget érnek, ott kezdődik a táncvaja, Egerházi Attila és a Balettszínház. Ennek tükrében hogy tetszett a cirkusz előadása, az előadás kortárs táncszínházi adaptációja? Fantasztikus élménye. Nekem ez egy olyan csoda,
hogy betűk varázslatából hogy tud valaki ilyen mágiát teremteni. Egyik táncos jobb, mint a másik. A színpad egy misztérium helye, és ezt a közönség érezte. Gyönyörű, gyönyörű munkát csináltak. Nekem ez különösképpen nagy dolog, mert Attilát régóta ismerem, még az én írtam már valamikor egy táncjátékot, és ő abban táncolt, de ez sok évtizeddel ezelőtt volt. És most ő megtalált engem, és megtaláltuk egymást. Ezek nagy találkozások. Szeretettel köszöntjük Székesfehérváron, annál is inkább, hiszen most a Ludus Amoris játék az életünk, mondja ön, és játszani csak együtt lehet, és együtt az íróval játszani az olvasók, azt hiszem, hogy ennél több nem kell számunkra. Játszani csak együtt lehet? Igen, meggyőződésem. Akkor is, hogyha az ember egyedül ül egy szobába, ahogy én a könyveimet írom, ott én egyedül vagyok, de érzek egy közösséget, és az a közösség, az nem lehet tudni, hova nyúlik el, hogy kik lesznek az én társaim, kik lesznek az én olvasóim, akik szeretik azt, amit csinálok. Tehát ott van, sűrű a szobám. Én nem egyedül ülök ott, mint egy remete, hanem ez benne van. Társai mindenképpen vannak, hiszen most is megjelentek a könyvbemutatón, és ahogy a kapcsolódási pontról is szó essék, ugye az új könyv címlapján a cirkusz előadásból láthatunk egy képet, de mit jelent ez pontosan az a játék, amivel elvarázsolja a közönséget, hiszen láthatjuk, hogy nagyon sokan vannak itt most is. Igen, hát meggyőződésem, hogy a játék, az örömteli játék, az az egész teremtésnek a nagy titka. Igazán csak az jön létre, amiben örömteli teremtő kedv van. Van ennek egy nagy múltja, hagyománya, tradíciója. Isten nem rossz kedvébe teremtette a világot, hanem jó kedvébe. Az, hogy legyen világosság, ez azt jelenti, hogy legyen derű, hogy a borúból legyen végre derű, a sötétségből derüljön föl, és így a magyar szó gyönyörű, mert a derű nem hajnal, hanem derű, és a derű az egy lelki állapot. És ilyenkor megerősítetik, hogy az evangélium mindenek feletti? Igen, az evangélium igazság, amit ha valaki mélyen olvas el, akkor tudja, hogy ez így működik. Csak itt ez még a magyar nyelv is hozzátartozik, mert a világosság és a világ, ez azonos gyökerű. A kettő, ez gyönyörű. Nem word lesz belőle, mint mondjuk az angolba, hanem maga a világ jön létre attól, hogy a sötétségből fény lesz. És ez derű. Tehát, ha van valakinek bármilyen teremtő Isten képzete, az mindenképpen derűs kell, hogy legyen, örömteli kell, hogy legyen. Csatlakozva a Grafikus Művészek Szövetségének felhívásához, a Székesfehérvári Művészek Társasága a Változások című kiállítással köszöntötte a grafika hónapját. A fehérvári alkotók művei a Pelikán galériában tekinthetőek meg. A grafika hónapjához kapcsolódva a Szent István Király Múzeum és a Székesfehérvári Művészek Társasága Változások címmel rendezte meg tárlatát. A Magyar Grafikus Művészek Szövetségének elsődleges célja a rendezvénysorozattal, hogy jelenlétet és figyelmet biztosítson minden olyan eseménynek, amelynek témája a grafika, legyen az egyedi, sokszorosított vagy alkalmazott. A csapat a miénk változatos, nagyon jó, hogy sok generációs, nagyon jó, hogy sokféle gondolkodású, nagyon jó, hogy sokféle kézműves és nem kézműves technikával bírnak. Szóval szerintem
Ez nagyon jó, de egyben bizonyos szempontból az új vezetőnek, Végvári Beának, akinek ez a kiállítás a sajátja, hiszen ő találta ki a témáját, ő találta ki a tematikáját, nem lesz könnyű dolga, vagy nincs könnyű dolga ezt összetartani. Ahogy ez a kiállítás is mutatja, grafikai kiállításnak hirdette meg Beatrix ezt a tárlatot, de amint látjátok, a kollástól, a szerigráfia, mint grafikai műfaj, egyetlen klasszikus valóban a régi grafikának, a sokszorosító grafikának való oda tartozó mű van, az is Kopány Attilának valószínűleg a 70-es évek elején készült rajza. A városokon és kiállítóhelyeken átívelő képzőművészeti rendezvény megerősítést nyújtott az alkotóknak és a képzőművészet barátainak városunkban is, hiszen a fehérvári művészközösség színejava ezúttal is bemutatkozott a Pelikán galériában. Azt is látjuk, hogy valóban a változásokat tükrözi, hiszen az elektronikus műfajok, az elektrografika, de ugyanakkor a fotó régi eljárásai hogyan törnek be a grafikába. Tehát én nagyon élvezem ezt a tárlatot, őszintén szólva, nagyon élvezem a társaság sokszínűségét, és azt a dolgot is, ahogy együtt tudnak dolgozni. És az is látszik a kiállításban, főleg Mosberger Robi munkája révén, hogy a szerigráfia, a Móri művésztelepen, vagy a cianotípia hogyan határozza meg és segíti egy-egy generáció kifejező erejét. Mondhatjuk ezt, hogy ez a jövő útja? Nem tudjuk, mi a jövő útja. A jövő útja egyre inkább az egyediség, az egyéniség és az érzelmek. Tehát annyi mindent tudnak már a gépek, annyi mindent tud a ChatGPT, annyi mindent köp ki már a számítógép, hogy az ember attól lesz fontos, mondjuk egy újházi alkotás, aki a zsigereig átszűri a valóságot, és azt a fajta belső világot adja hozzá ehhez az objektív vagy külső világhoz, ami segít bennünket tovább élni. A kiállítás megtekinthető november 17-éig, 2-től péntekig 10-től 18 óráig a Pelikán galériában. Bokros Jánosra emlékeztek a Ciszterci Szent István gimnáziumban. Az Esten családja, barátai, pályatársai idézték meg a költő emlékét. 1938-ban Sárkeresztúról látta meg a napvilágot Bokros János költő, akinek nevét nagyon sok fehérvári ismeri, hiszen az egykori József Attila gimnázium tanára volt. Most születésének 85. évfordulóján a Ciszterci Szent István gimnáziumban családja, pályatársai, barátai, egykori tanítványai emlékeztek meg a költő és pedagógus nagyívű pályájáról, megidézve dalban és versben életét és munkásságát. Az 51. évét nem egészen töltötte be, egy nap héján, 51 éves korában halt meg, tényleg nagyon korán. Még nagyon sok mindent tudott volna írni, tanítványait nevelgetni, de hát hiába ez a betegség elvitte nagyon korán. Ez korunk betegsége, sajnos ez a rák. Hát ő tulajdonképpen ugye most lenne 85 éves, illetve hát volt nyáron, ebbe az évbe ünnepelte volna a 85. életévét, de hát sajnos már 34 éve halott. De azért nagyon örülök annak, hogy ennyi idő alatt sem felejtették el. Tanítványai rajongtak érte, ők kezdeményezték azt, hogy itt az iskolában legyen egy ilyen emlékplakett neki, és hát nagyon érdeklődők most is. Már engem is, meg a lányomat is sokszor felhívnak, meg meglátogatnak.
úgyhogy sajnos, mivel ő nem ér, hát ez jutott nekünk. Bokros János lánya Bokros Judit számára is nehéz volt az elválás, ugyanakkor az időközben édesapja nyomdokaiba lépett költőként is bemutatkozó kiváló újságíró számára megerősítést nyújt, hogy ma is ott vannak az irodalmi köztudatban édesapja versbeszőtt veretes gondolatai. Felkavaró, hogyha jobban belegondolok, meg úgyhogy készültem erre az estre, nagyon sok elérzékenyülős pillanat volt, hogy néztem a fényképeket. Ez persze 5 évvel ezelőtt is így lehetett, amikor egy kerekebb évfordulót ünnepeltünk a 80. születésének a napját, de most is ez egy szép évszám, meg azért tartottam fontosnak, hogy erről a 85-ről is megemlékezünk, mert láttam, hogy a tanítványoknak is fontos, meg sok olyan embernek, aki ismerte, meg szerette őt. Úgyhogy ez nem csak a családunknak, anyukámnak fontos, hanem én úgy látom, hogy azért azoknak is, akik őt jól ismerték és kapcsolatban voltak vele. Megerősítést jelent számodra, hogy az irodalombarátok, illetve az irodalmárok is szép számmal képviseltetik magukat, hiszen ez mindenképpen azt bizonyítja, hogy nem feledtük el Bokros Jánost. Igen, és persze nagyon jó, hogy foglalkozik vele Bakonyi István is, Bobori Zoltán is, Péntek Imre is, szóval aki a Vörös Marti Társaságnál most vannak, ők még személyesen többségük ismerte, és az ő pályájának az indulásakor, vagy amikor ugye a kötetei megjelentek, önálló kötetei, akkor jelen voltak és követték, és most... Talán így, hogy ugye együtt is meg tudjuk idézni az emlékét, vagy ismernek engem, vagy anyukámmal kapcsolatban vannak, még közelebb kerül hozzájuk. Meg hát újra felelevenítik a költészetét, a verseit, foglalkoznak vele, úgyhogy ez tényleg nagyon jó érzés. Amikor szűkebb vagy tágabb szülőföldjéről, Sárkeresztúrról, a Sárvíz környékéről vagy Fehérvárról szólt, akkor is a világról beszélt, írta Román Károly Bokros János emlékezete című elemzésében. Bakonyi István az est házigazdája irodalomtörténészként és barátként is megerősítette, Bella István kortársaként sokat tett lírájával a költészetért, pedagógusként pedig a magyar nyelv megszerettetéséért. Nagyon hiányzik, hiszen egy nagyon rokonszenves tanár és költő volt, és hát sajnos nagyon fiatalon elment közülünk. Én azt hiszem, hogy az ilyen rendezvények mindenképpen az ébresztését szolgálják, és hála leginkább a lányának, Bokros Juditnak, hogy ezt az emlékezés folyamatosan megtartja. És hát egy olyan költőt idézünk meg, egyébként Bella István társa volt a Sárkeresztúriság tekintetében például, vagy éppen mondhatnám Baranyi Ferencet, aki ez szoros barátság fűzte. Egy nagyon sokszínű, a hagyományokat tiszteletben tartó, a formai biztonságot is nagyon jól ismerő költőről van szó, akinek ráadásul nem csak a felnőttek számára, de a gyermekek számára is nagyon sok szép verse íródott. Ebből egyébként ezekből a kötetek is jöttek létre. De hát sajnos a sors kevés időt adott meg neki, és azt hiszem, hogy a tanárság, a Hajdani József Attila gimnáziumban, a mostani Ciszterci gimnáziumban lefolytatott tanári évek is bizonyos szempontból talán gátolták a költői kibontakozását, de én azt hiszem, hogy, és nem csak fehérváriként, fehérmegyeiként mondom, hogy mindenképpen helye van a kortárs magyar lírában. A verses, filmes, zenés est méltó volt a rövidre szabott életút megismeréséhez, az emlékezőket megerősítette, Bokros János továbbra is köztük, köztünk van. Összművészeti bérletet hirdettek meg a város kulturális intézményei. Az Ász Régia bérletben a Vörös Marti Színház, az Alba Régia Szimfonikus Zenekar, a Székesfehérvári Balett Színház és az Alba Régia Táncegyüttes előadásait láthatják a nézők. Régi álom valósul meg azzal, hogy a város művészeti intézményeinek összefogásával egy olyan új bérletsorozat indul, amely egyedi összművészeti produkciókat kínál a kultúra barátainak. Az Ász Régia bérlet keretében a programban résztvevő intézmények, a Vörös Marti Színház, az Alba Régia Szimfonikus Zenekar, a Székesfehérvári Balett Színház és az Alba Régia Táncegyüttes olyan különleges előadásokat tár a közönség elé, amelyek a helyi kulturális értékeket és azok közösségformáló erejét helyezik előtérbe. Ma nagyon könnyű dolga van itt a polgármesternek, mert csak jókedvűnek kell lennie és boldognak, mert hogy 4 kulturális intézményünk, közösségünk képes volt összefogni, és ennek az összefogásnak az eredménye szerintem már sokak
Magyarok által is régóta várt közös bérlet itt a Vörösmarty Színházban. Azt hiszem, hogy ez a város mind a zenei, mind a táncos, mind a színház életére büszke lehet, és most ez egy bérletben lesz elérhető. Azt hiszem, hogy egy nagyon szép kísérlet, én bízom benne, hogy ez egy sikeres kísérlet lesz, sokan veszik majd ezt a bérletet, és a jövőben ez már hagyományá is tud érni. És szerintem érdemes egy pillanatra ilyenkor megállni és büszkének is lenni a város kulturális életére, hiszen nagyon-nagyon kevés olyan város van ennek az országnak az életébe, akik képesek saját közösségeik és intézményeiken keresztül egy ilyen közös bérlet létrehozásába. Magyarul, ahol a kultúrának ezen műfajaiban is ott vannak azok a meghatározó szakmai közegek, akik a saját területükön professzionális munkát végeznek, és együtt pedig a város kulturális életét tudják bemutatni. Úgyhogy én mindenkit arra biztatok, hogy vásároljon ilyen bérletet, jöjjön el, és mindegyik előadáson érezze nagyon jól magát, én magam is így fogok tenni. A város és a kulturális intézmények első számú vezetői örömüknek adtak hangot, és bíznak abban, hogy a komplex új bérlet jó fogadtatásra talál a kultúra kedvelők körében is. A Vörösmarty Színháza 12 dős ember című előadással várja a nézőket Cserhalmi György rendezésében. Nagyon büszke vagyok, hogy ezt a kis kiadványt a kezemben tarthatom. Egyfelől azért, mert arra gondolok, hogy ma Magyarországon nincs olyan színházigazgató, amely ilyen bérletet tudna kínálni a közönségének. Másfelől pedig azért örülök, mert ez egy olyan városban történik, ahol a kultúrának stratégiai jelentősége van. Nincsen jövő kultúra nélkül. Manapság, amikor minden egyéb fontosabbnak tűnik, mint a kultúra, nagyon-nagyon fontos és nagy jelentőségű, hogy egy olyan városban születik meg, amelynek a stratégiai elképzeléseiben a kultúra ennyire kitüntetett helyet kapott. Az Alba Régia szimfonikus zenekar előadásában a Szöktetés a Szerályból című daljáték elevenedik meg Dobszai Péter dirigálásával. A koncertszerű előadásban közreműködik a Vox Mirabilis kamarakórus. Évek óta dédelget a tálma szerintem ez itt mindenkinek, és ez egy nagyon kézzelfogható, nagyon konkrét megjelenése a négy társulatnak. Mi mindennek készül ennek tükrében az Alba Régia szimfonikus zenekar? Hosszas gondolkozás után úgy döntöttünk, hogy egy kicsit a könnyed szórakozás és egyben az opera világába kalauzoljuk el a nézőket. Felbátorított ez erre egyébként a nagyon-nagyon jól sikerült augusztus 20-ai Erkel Bankban koncertszerű előadás. Az, hogy ennyire nagy szeretettel fogadta ezt Fehérvár közönsége, arra buzdított minket, hogy jó az az út, és egy kicsit egy könnyedebb, egy vígoperával, egy daljátékkal szeretnénk megörvendeztetni a nézőket. A Székesfehérvári Balettszínház a Carmen című táncszínházi produkcióval kápráztatja el a közönséget, amelyet Egerházi Attila koreografált. Mi ezt nagyon üdvözöljük, és szerintem ez a bérlet, ez megmutatja Székesfehérvár kulturális erejét, hiszen egy platformra hozza a kulturális intézményeket, illetve a művészeti csoportokat, akik nagyon régóta dolgoznak a városban, és nagyon nagy sikerrel. Szerintem ez egy nagyon izgalmas program, hiszen különböző műfajokkal találkozhat a néző, és a Székesfehérvári Balettszínház vonatkozásában meg azért is különösen érdekes ez, hiszen idén lettünk 5 évesek, ami egy táncszínház életében nem túl nagy időnek számít, és még mindig van fehér folt a térképen, még mindig vannak, akik nem is tudnak rólunk, bár most már egyre növekszik az a nézőtábor, akik az előadásunkat látogatják, úgyhogy mi nagyon nagy örömmel veszünk részt ebben a programban. Az Alba Régia Táncegyüttes a Táncra Magyar Verslábok című előadást mutatja be, amelyet Petőfi Sándor különleges életútja ihletett. Nekünk ez egy nagyon nagy megtiszteltetés, hogy a város kulturális intézményei között mi is helyet kapunk ebben a bérletben. Erre az előadásra Majoros Robi művészeti vezetőnk azt gondolta, hogy a Verslábok című produkciót fogjuk beemelni.
Táncra magyar címen, ami ötvözi az irodalmat és a költészetet, ötvözi a táncot és a zenét is. Ha csak erről lenne szó, akkor abban még semmi extra nem lenne, de ehhez kell nyilván a Robi és a koreográfusok, és nyilván az a vizuális megjelenítés, amitől egy picit más lesz. És azt gondolom, hogy azzal, hogy Krude Gyulának A. Petőfi könyvéből becsempészett némi celeb hatást, tulajdonképpen a vasárnapi újság, mint annak a kornak az instájának a sztoriait kicsit belecsempészi, ettől egy picit maibb lesz, és ezt fogják segíteni azok a jelmezek, amiket Majorosné Szabó Veronika tervezett meg. Cserpakovics András polgármester és Lerner Zsolt alpolgármester elsőként váltották meg bérletüket, és bíznak abban, hogy az új összművészeti konstrukció új szint hoz a város kulturális életébe. Ötödik születésnapját köszönti a Balent Színház, a jubileumon a Szent István Király Múzeumban kiállítás nyílt a társulat jelmezeiből. A Szent István Király Múzeum rendház épületében nyílt meg az ötödik születésnapját ünneplő Székesfehérvári Balett Színház jelmez kiállítása. A megnyitón Cserpakovics András polgármester hitet tett a városvezetés azon elképzelése mellett, hogy a művészetek kitárolkozása, nívós kulturális programok megvalósítása nagyon sokat jelent a székesfehérváriak számára is. Ez megint egy különleges kulturális együttműködés két intézményünk szakemberei között, és szerintem egy szép születésnapi ajándék is, hogyha lehet így mondani, a balettnak, illetve a balettől a városnak. Ugye kicsivel több mint 5 évvel ezelőtt most már meghoztuk azt a döntést, hogy alapítunk egy új kulturális intézményt. Valljuk be őszintén, hogy ez Magyarországon ezekben a években egyáltalán nem magától értetődő, nem is nagyon tudok ilyenről. De mi ezt a döntést hoztuk, nem is bántuk meg, sőt, és szeretnénk megmutatni, hogy itt van egy 5 éves születésnap, és az 5 éves születésnapnak különböző programjai. Nyilván ennek egy része előadásokhoz kapcsolódik, és a színházban, illetve akár a budapesti táncszínházban kerül bemutatásra, de hogy itt valami kis különlegesség is jöjjön, Egerházi Attila kiváló ötlete volt, hogy bemutatásra kerüljenek azok a jelmezek, amelyek önmagában is művészeti alkotásnak minősíthetők szerintem, amiket az elmúlt évek különböző darabjainál, bemutatóinál a balett táncosokon láthattunk. És ez szerintem egy izgalmas térbe a múzeum új kortárs építészetének, ezt hiszem egy remek művét jelentő épületben lehet bemutatni, és a következő hetekben megnézni úgy, hogy közben egy munkácsi és egy hadtörténeti kiállítás is látogatható. Szerintem kuriózum, és megyünk bele, ugye közeledünk az adventi időszakhoz, tehát szerintem minden ilyen az tényleg egy nagyon szép kulturális érték az embereknek, úgyhogy bízom benne, és biztatok is mindenkit, jöjjön el, és nézze meg ezeket a jelmezeket. Azt hiszem, hogy tényleg önmagában is kis művészeti alkotásokról beszélünk ezekkel kapcsolatban. A kortárs táncszínház és a múzeum kapcsolata egy különleges tárlatban mutatkozott meg. A tradicionális múlt idéző tárgyak mellett most egy ízig-vérig 21. századi gondolatokkal tervezett és megvalósított kreatív alkotásokat tekinthet meg a látogató, amelyek megerősítést jelentenek a készítőnek és a táncosnak egyaránt. A jelmez egy táncszínház esetében a táncos második bőre. Ha nem táncol vele együtt, akkor az nem jó jelmez. Miközben nyilván nem illusztrálnia kell az adott karaktert, hanem hozzá kell adjon a karakterhez, és nem tolakodó módon. Látványelemként is szolgál, de nem öncélú látványelemként. És mivel látványelem egy szenárium, ugye a szcénán szerepel, tehát a színpadkép része, ezért én azt gondoltam, hogy most, hogy 5 évesek lettünk, a múzeumban a helye. Na, csak egy kis időre, mert aztán visszakerül a táncosoknak a testére, hiszen ez egy nagyon fontos látványeleme a díszlet mellett egy táncszínházi előadásnak, és ami még nagyon fontos ebbe a kiállításba, hogy ez egy közös kiállítás a Szent István Király Múzeummal. Már szinte mindenkivel dolgoztunk együtt, ami előadó művészeti szervezetként működik Székesfehérváron, de a múzeummal még nem. Ugye hát a tánc az egy statikus, dinamikus valami a múzeumban, ugye a tárgyak és festmények nem mozognak, de a jelmezek, amik egyébként most itt statikusan állnak mögöttem, ezek megmozdulnak a táncosok révén. És ez egy nagyon érdekes találkozása a múzeumnak és a táncszínháznak.
koreográfia és az öltözék összetartozik természetesen. Ennek tükrében milyen elvek mentén választott ki a jelmezeket, illetve a jelmeztervezőket, hiszen ne feledjük, hogy nagyon sok múlik rajtuk. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert ez egy teljesen különbözik a táncszínház jelmeztervezőinek a gondolkodása, teljes mértékben különbözik mondjuk egy operától, vagy a prózai színháztól, hiszen itt tényleg, ahogy mondottam, a második bőr kell, hogy legyen. Nagyon fontos az anyagválasztás. Nagyon fontos a szabásminta, hogy az ne zavarja a táncost a mozdulatban, ne éljen külön életet a jelmez. Nagyon sok mindennek kell megfelelni, ez egy nagyon komplex művészeti ág, és számomra nagyon fontos, hogy azok a tervezők, akikkel és kiváló tervezőkkel dolgozom, azok először megértsék azt, hogy én mit szeretnék üzenni egy-egy produkcióval, és mit kell nekik felöltöztetniük. A Szent István Király Múzeum megújulása egyben tükrözi azt a jövőképet is, amely az intézmény főigazgatója számára is megerősítést jelent, hogy a város 1000 éves múltja mellett fontos, hogy mint most a Balettszínház évfordulója alkalmából rendezett különleges jelmezkiállításon a látogatók betekintést nyerhessenek a kortárs művészet világába is. A múzeum és a Balettszínház kapcsolata nem most kezdődött, tehát nem teljesen új keletű, de talán most adunk neki egy olyan keretet, ami így a nagy közönség számára is egy látványos formába megvalósul, és hát mi, mint múzeum, ugye, hogy tudunk ebbe részt venni elsősorban. Többféle módon egyébként, de hát mi ugye kiállításokkal foglalkozunk nagy részt, ez az egyik specialitása a múzeumnak, és hát ahogy említette is, a Balett Színház viszont olyan kortárs darabokkal dolgozik, ahol a jelmez, egy-egy öltözet, az akár egy műalkotásnak is tekinthető. Itt gyakorlatilag már szorosan összekapcsolódik a múzeum és a balett viszonya. Első hallása egyébként a kollégáim is megdöbbentek, hogy hát, hogy a balett hogy kerül a múzeumba, de természetesen mi kortárs darabokkal ugyanúgy foglalkozunk, mint a régmúlt elemeivel, tehát elég csak képzőművészeti kiállításainkra gondolni, tehát azért annyira távol nem áll a múzeumtól ez a műfaj. És itt, ahogy előttem Attila is említette, tehát ebben nyilván az nehéz, hogy ezekbe a jelmezekbe ők mozognak, tehát hogy ez meg van szólaltatva, meg van mozdítva, itt pedig statikus bábukra kellett gyakorlatilag felölteni, ráhelyezni művészi szemmel ezeket a darabokat. Na ez volt benne igazából az igazi kihívás, de hát próbáltak ugye ők is egyéb interaktív elemekkel, még egyébként vitrínbe elhelyezett relikviákkal is operálni. Úgyhogy én személy szerint nagyon örülök. Remélem hosszú távú lesz ez az együttműködés, és hát mindenképpen sikeres mind a két intézmény, és ezáltal a város életében is. A kiállítás egyedülálló alkalom arra is, hogy a műfaj barátai közelebbről is megismerhessék a balett jelmezeinek történetét és szépségét, amely a jelmeztervezők számára is különleges kihívást rejt. Herman Anettel együtt vele tervezem ezeket a jelmezeket. Mindig elsősorban arra koncentrálunk, hogy úgy tükrözzük le ezeket a világképeket, amiket Attila kitalál nekünk, és kapunk pár kulcsszót, ötletet, atmoszféra, elgondolást, hogy ez minél inkább idomuljon a táncos mozgásához, a testéhez. Vannak erre különböző szabások, direkt táncosok jelmezeinek megvarrásához, olyan anyagok, amik gyönyörűen mozognak a testen. Ezekre nagyon kell figyelnünk egyszerűen. Általában az a legfontosabb, hogy megtanuljuk azt, hogy működik a táncos, mit tud csinálni a testével, és a jelmezeknek nagyon fontos, hogy ezeket a képességeket le tudja követni, és meg tudja mutatni, ne akadályozza, és együtt tudjon élni a táncossal. Mindig ez a fő szempont, és utána pedig nyilván a mondani valókat keressük, hogy mi a darabnak a célja, miket szeretnénk megjeleníteni. Szabásban is tudunk kísérletezni, vagy pedig festéssel, de mindenne próbáljuk erősíteni a mozdulatokat. A tárlatot november 24-ig, hétfőtől vasárnapig, 9 és 19 óra között látogathatják az érdeklődők. Az eseményre ingyenes a belépés, a szervezők mindenkit szeretettel várnak. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.